Sok munkával indul az új év a Városházán is. Már az első héten rendkívüli közgyűlést kellett összehívni amiatt, hogy a győri gázkérdés megoldódhasson. December elején a Győr-Szol ZRT-vel szerződésben álló földgázkereskedő felbontotta a megállapodást, így váltás és döntés elé kényszerült a győri távhőszolgáltató és a tulajdonos győri önkormányzat is. Az átmeneti időszakban a stratégiai tartalék gázkészletéből biztosították a város számára a gázt. Rendkívüli közgyűlést hívtam össze, hiszen a Győr-Szol ZRT-nek a gáz beszállítója felmondta jogtalanul egyébként a szerződést, amiért a Győr-Szol ZRT megtette a feljelentést. De hát gáznak kell lenni, hiszen ezzel adjuk a győrieknek a távhőszolgáltatását és a melegvízszolgáltatását jelentős részének, és ezért gázbeszállítóról kellett gondoskodni. Sajnos a tőzsdén manipulálnak a gázárakkal, a világtőzsdén, épp ezért jelentősen felmentek a gázárak. Nyilván ebben próbáltunk olyan megoldást keresni, ami felvállalható és kifizethető leginkább. A Győr-Szol vezérigazgatója Prédl Antal a közgyűlés elején elmondta, hogy a szerződésbontás után többször is kértek ajánlatokat más szolgáltatóktól, de csak az új év hozta meg az áttörést, hiszen újabb választóponthoz érkezett a cég. Vagy földgázkereskedővel szerződünk a mai nap folyamán, és ezt a hatóság felé jelezzük, vagy pedig kénytelenek vagyunk azt jelezni, hogy erre nincs lehetőségünk, és innentől kezdve ő lesz az, aki kijelöl Győrnek egy földgázkereskedőt. A vezérigazgató kiemelte, hogy két értékelhető ajánlat érkezett, melyek tartalmát is ismertette. Ezek az ajánlatok, ezek... Gyakorlatilag, mivel nincs lehetőségünk, és tényleg piaci áron kell, hogy szerződjünk, melyik az, ami a két ajánlatból a kedvezőbb. Így gyakorlatilag a kedvezőbb ajánlatot tárta önök elé a döntésre, és hiszen olyan fedezet igénye van ennek is, ami gyakorlatilag a Győr-Szolnak a pénzügyi lehetőségeim már túlmutat. Amit erről az ajánlatról el kell mondanom, és nagyon fontos a kedvezőbb ajánlatról, hogy valóban itt a pénzügyi biztosítéktól ők eltekintettek a kedvezőbb ajánlatnál, viszont vannak nehezítések. Egyrészt az, hogy gyakorlatilag előrefizetést kérnek tőlünk 10 napos periódusokba, és ezután biztosítják a gázt. A két ajánlat, ami értékelhető volt, az a többletköltség, ami megjelenik éves szinten a korábbi szerződésünkhöz képest, ez szerepel is az anyagban, ez mind a két esetben 3 milliárd, 3 milliárd 45 millió és 3 milliárd 50 millió forint körüli összeget jelent, de erről szeretném megjegyezni, hogy ez a pillanatnyi piaci áron van számolva. Ezt követően több ellenzéki képviselő tett fel kérdéseket. Porrész Balázs például az is érdekelte, miért nincs fixár a szerződésben, a szerződés kitér az erőmű működésére, továbbá mekkora a veszteség. A kérdésekre válaszok érkeztek, utóbbi kapcsán konkrét számokkal is szolgált a polgármester. Elfogadott a kormány egy kompenzációs keretet, ami, ha jól tudom, 35 milliárd forint, amit majd lehet pályázni erre a keretre. Tehát nyilván a jelenlegi 3 milliárd forint ez összegében bőven belefér ebbe a nagy keretbe, ami az ország minden szolgáltatójának a megsegítésére szolgál. Ezt követően Porrész Balázs biztosította támogatásáról a képviselőket, miszerint itt közös az érdek. Ez pedig az egyhangú döntés is bizonyította. Megértem, hogy a közgyűlés 19 igen, 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a kettes variánst. Dr. Dézsi Csaba András elmondta, a cél az volt, hogy a győriek továbbra is ugyanolyan színvonalon és ugyanannyiért kapják a gázt és a melegvizet. A lakosságnak a biztos ellátása a legfontosabb, hogy nagyon fontos, hogy a lakosság nem fog többet fizetni a hő szolgáltatásért sem, meg a melegvíz szolgáltatásért sem, csak annyit, mint most. A Győr-Szol ZRT tehát pénteken szerződést kötött az új szolgáltatóval, a döntést pedig közölték a kormánnyal is.